A komikus jégakrobata, a labdarúgó, a jégkorongozó és néptáncos, squash bajnok és boss király, egy igazi örökmozgó, aki bejárta a világot. Ő Fischer Gábor. De hogy is volt ez? Kezdtem ugye sportolással. Jégkorongoztam, a jégkorong előtt mindenféle más sportágat is csináltam, és sőt, még néptáncoltam is ugye kicsi korom, fiatal koromban. Bontogattam a szárnyaimat 14 évesen, amikor az emberek tapogatják, hogy mihez kezdjen, mi az, ami jó neki jó. Az egyik volt a sport, a másik pedig a színészet. Édesapám azt mondta, hogy meg nem értett művésznek lenni, az egyenlő boldogtalan élettel. Ez egy kicsit megriasztott, és a sportban biztosabban éreztem magam. Jégkorongozást abba hagytam, akkor rövid kitérő, ami után, amikor diszdzsé lettem, diszdzsokéztam, mindegy, az egy jó buli volt, de szerettem is csinálni, akkor valahogy oda kerültem, hogy jégrevűbe korizzak. És milyen érdekes, ott előjött az a fajta exhibicionizmusom, amit elfojtottam, és ha nem is színész, de valami hasonló lettem, jégbohóc. Találtam egy olyan eszközt, ami maximálisan jó arra, hogy mindenféle irányba tudjam az embereket edzeni. Tehát a profi sportolót is, a teljesen mozgásból felmentett embereket is meg tudjam tanítani sportolni, és ez pedig a gírja, vagy a kettlebell, ami egy nagyon régi ősi módszer, és mostanában a reneszánszát éli itt Magyarországon is. Oké, mert hogy indul a mandula. Itt vannak azok a golyók, amikkel űzik ezt a sportot, vagy amivel dolgoznak, és képzik magukat az emberek. Mindegyik van belőlük kicsi is, nagy is, közepes. Hát ez most ez egészen nehéz. Megkérdezzük, hogy valójában hogy is hívják ezt? Gírja? Gírja, ez az eredeti neve orosz nyelvből van. Súlyzót jelent. Amcsiban úgy használják, hogy kettlebell. Egyébként egy 16 kilósat fogtál most meg. Ezt az orosz emberek azt mondják, hogy ez még női súly. Hát ezek a súlyzók az orosz paraszt számára eszköz volt arra, hogy megmérjék a takarmány súlyát. Virtusból lett belőle egy komoly erő és erőlétfejlesztő sport. Pavel Szaszuli nevű orosz mester tanította, én tőle tanultam, és utána vittem én tovább, és alakítottam ki a saját edzésmódszeremet, aminek az a neve, hogy Gírja Fit, és ezt tanítom én. Milyen volt az óra, hogy tetszett? Nagyon jó, szuper. Én mindig élvezem, mert változatos. Jó volt, nagyon jó volt. Honnan jöttél? Amerikából jöttem, Texasból. És csak ezért, hogy ezt csináld itt? Aha, igen. Ő úgy jött oda hozzám, hogy a válla volt, válla fájt. Mert azért az a gírjázás egy bizonyos területen, ez olyan, mint egy ilyen hatványozott gyógytorna. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni, a válla az egy olyan hét alatt rendbe jött, vannak erre jó gyakorlatok, és utána azt mondta, hogy hú, ez neki tetszik, egy kicsit, hogy már abba hagyta, ugye, kicsit akarok erősödni, és most eljutottunk oda, hogy visszatér. Azért kezdtem el, mert fájt a vállam, és akkor őt javasolták, hogy ő ebbe a legjobb. Körülbelül már 3-4 hónapja így komolyabban készülök, ugye birkózás és ugye futás, meg ugye a Gáborral ezt a gírját, ami nagyon jó szerintem, mert nagyon jó erőt és állóképességet tud még mellé hozni. Mik a célok, amit kitűztél magad elé? Hát az olimpia mindenképpen, tehát csak az, hogy oda kijussak. Hanem abban hiszek, hogy a testüket megtanulják az emberek jól használni, és így akkor harmóniában tudnak élni a lelkükkel is, és jól érzik magukat a bőrükben, és ezért hatékonyak a külvilág felé. Tudod, Buddha sem úgy tudott megvilágosodni, hogy beteg ember volt, vagy hogy szegény. Ugye alap dolgok kellenek ahhoz, hogy az ember igazán tudjon kiterebélyesedni. Na hát én így gondolom ezt.